Köszöntöm kedves nézőinket! Az egykori Ságvári Endre általános iskola a maga 32 termével és 2 tornatermével az ország egyik legnagyobb iskola épületének számított. Bejárat díszítésére kérték föl Laborc Ferenc szobrászművészt, aki 1960-ban elkészítette a mögöttem látható domborművet, melyen Arany János Mátyás anyja című versének egyik jelenete elevenedik meg. Az iskola későbbi átkeresztelésénél ez a dombormű is nagy szerepet játszott, hiszen az iskola új neve Szilágyi Erzsébet általános iskola lett. Augusztális. Idén is megrendezik városunkban az augusztális programsorozatát, melyen idén 2 napos programokkal várják az érdeklődőket. Augusztus 19-én a Dózsa mozi előtti tér ad otthont a mazsorettek és fúvós zenekarok találkozójának. Augusztus 20-án a Szalki-szigeten találkozhatunk, ahol a kenyérszentelés mellett koncertek és az elmaradhatatlan tűzi játék várja a kilátogatókat. Bár az idei évben az augusztus 20-ai hétvége csak 2 napos lesz, városunk 19-én péntek délután 16:30 a fúvós zenekarok és mazsorettek 20. nemzetközi találkozójával megkezdi a már hagyománnyá vált augusztális programsorozatát a Dózsa mozi téren. Keep on this.
Idén sajnos ugye nem hosszú hétvége, mint tavaly. Nem volt ilyen szerencsénk idén, viszont idén is kétnapossá tesszük az augusztális programsorozatot. Augusztus 19-én pénteken, immár 20. alkalommal kerül majd megrendezésre a Fúvó Zenekarok és Mazsarottek nemzetközi találkozója. Thank you.
A tavalyi évben nagyon jó bevált az új útvonal, sokkal látványosabb, illetve biztonságosabb. Idén is ezt a perspektívát fogjuk követni, tehát a gimnázium elől fog indulni fél öttől a menetzene, egészen a Dózsa mozi előtti térig, ahol látványos programok, illetve mutatványok, mazsorett műsorok, fúvósok fognak nekünk zenélni. Emiatt korlátozásokra kell majd számítani, mint parkolás, mint útzár szempontjából, amiről a későbbiekben majd egy sajtóközleményt fogunk kiadni, hogy a városlakók tudjanak tájékoztatást kapni. Augusztus 20, reggel 8 órától zenés ébresztővel fogjuk invitálni a város tömpontjáról a városlakókat, de a Szalki-szigetre, ahol 9 órától folytatódik egy kicsit a fúvósok és mazsorettek műsora. Szadikán, szombaton pedig már a Szalki-szigeten folytatódik a programdömping. 11 órától
ünnepi kenyér szentelés polgármesteri köszöntővel lesz látható, hallható a színpadon. Majd a Vasas Néptánc Együttes, Zenicai Néptánc Együttes fog egy kicsit bepillantást engedni a néptáncok világába. Helyi fellépők közül Klép Tamás lesz ott, illetve lesz egy afrotánc bemutató is. Sport, egésznapos sportprogramok lesznek a Szigeten, strandlabda, strandfoci és kézilabda. Ennek az eredmény hirdetése és ez időágyban, tájban lesz majd látható a színpadon és hallható. 4 órától pedig a koncertek sora kezdődik. Itt lesz velünk az MDC zenekar, Király testvérek, Király Linda és Király Viktor élő koncertjával fognak fergeteges hangulatot teremteni a Szalki-szigeten. Kormorán zenekar lesz, tűzijáték, és este pedig a Mobilmánia zárja a színpadi műsort. Tavaly nem volt kegyes hozzánk az időjárás, ám bár csak délelőtt, tehát délutára csodálatos ragyogó idő lett, tehát mire kezdődött a nagy színpadi produkciók, addigra kisütött a nap, és nagyon jó idő lett. Egyelőre az időjárás még ugye arrébb van, én azért rá pillantok időközben, Záport zivatart jelez 29-30 fokkal, optimisták vagyunk, bízunk benne, hogy ez fog maradni, és az időjárás kegyes lesz hozzánk. Házi szappanytól az arckelőcsig. Paraszti tisztálkodás, polgári divat. Ez a címe az Interziza Múzeum legújabb tárlatának, melyen megismerkedhetünk a polgári és a paraszti tisztálkodás szokásaival a 19.-20. század fordulójától egészen a II. Világháború végéig. A tárlatot szeptember 2-ig tekinthetik meg. Higiénia most már teljesen másképp működik, mint mondjuk 100 vagy pár 200 évvel ezelőtt. Farkas Lajos, az Interciza Múzeum igazgatója köszöntötte a megjelenteket az intézmény új kiállításának megnyitóján, amelyet Városunk Múzeuma, valamint a Szegedi Móra Ferenc Múzeum együttműködésével valósítottak meg. Képek, népdalszövegek utalnak azokra az eltérő értékekre, normákra, amelyek az adott közösségek által elfogadott szépségideál mögött bújtak meg. A tárlat a 19. és a 20. század fordulójától a II. Világháború kitöréséig mutatja be a szépségápolást és a tisztálkodás történetét. A csaknem 100 műtárgy két oldalról közelíti meg a történetet. Egyrészt bemutatja a paraszti, másrészt pedig a polgári szokásokat, értékrendeket. A tárlat érdekessége miszerint Csongrád megyén kívül először tekinthető meg a kiállítás. Táblák fölrakása, tárgyak helyre rakása érdekes feladat volt, és azt gondolom, hogy ez egy kimondottan dunaújvárosi sajátosság volt, hogy a saját tárgyakat is menet közben építettük be. Úgy gondolom, hogy ez egy sikeres együttműködés, ezért ezt egy közös kiállításként is tudjuk értelmezni. Kiegészültek már a tapintható tárgyakkal is, amit még a felvételekkor nem láthattatok. Ezeket is ajánlom megtekintésre, és a táblákban való elmélyülés teszi tökéletessé az élményt. Vukova Nikó elmondta, a kiállítás érdekessége, hogy az idősebb generációk még visszatekinthetnek a gyermek vagy fiatalkoruk akkor természetesnek vett tisztálkodási és szépségápolási praktikáira. Én úgy gondolom, hogy itt a csillogó szemekből, amit a megnyitón láthattam, már megkaptam azt a jutalmat, amit egy kiállítás rendező muzeológus tud remélni. Szegeden és Csongrádon is, ahol eddig szerepelt a kiállítás, gyakori visszajelzés volt, amikor beléptek a kiállítóterembe a látogatók, hogy hát a nagymamának is ilyen volt, a nagypapának is ilyen borotvája volt, nekünk még van otthon ilyen. Vukova Nikó kitért arra is, a polgári világ szépség, valamint tisztálkodás kultúrája megalapozta napjaink szépségkultúráját. Ettől azonban már távolinak érezhető a kiállításon bemutatott korszak, amely egyaránt szól az egyén és a közösség tisztálkodás kultúrájáról. Célja egy ellentmondásnak a bemutatása tulajdonképpen, a paraszti és a polgári tisztálkodás kultúra bemutatása. A 19. század végétől a II. Világháború kitöréséig öleli fel, ezt az időszakot öleli fel a kiállítás, és amellett, hogy a gazdag tárgyi kultúrát mutatja be, közel 100 tárgy van, emellett ezt az értéket, a különböző tisztálkodás kultúrák mögötti értékrendet is igyekszik feltárni, olyan módon, hogy milyen ellentétek és milyen egyezések voltak a polgári világ és a paraszti világ között.
polgári világ szépség kultúrája, tisztálkodás kultúrája, itt akár már a fodrászüzletekre, a hirdetésekre gondolunk, megalapozta a napjainknak azt a szépség kultúráját, amelytől már nagyon távolinak érezhetjük ezt a bemutatott korszakot, mégis nagyon sok szállal kötődünk hozzá, talán többel is, mint gondolnánk. Napjainkban is rengeteg hirdetés van, mindig új krémek, egyebeket lehet kapni, közben sok helyen alapvető higiéniai elmaradások vannak, és az embereknek végül is sokszor gondot okoz, hogy meghatározzák magukat egy közösségben. Ilyen módon a tisztálkodás kultúra is, tehát a közösség és az egyénről egyaránt szól, hiszen a négy fal között tisztálkodtak eleink is, intim dolog ezt mondhatnánk, de mégis ahogy kinéztek, az egész közösség ezt megítélte, figyelemre méltatta. A kiállítás egyrészt a városi tisztálkodás kultúra, a mosdás, valamint a vízvezeték előtti és utáni korszak kellékeit mutatja be, másrészt pedig megismerhető a paraszti tárgyi világ, valamint a fésülködés norma rendszere. Nagyban ihletője volt egy népdal, melynek két sora úgy szól, hogy kocsmárosni nem köl nélküm a lánya, mert egész héten fúderes a pofája. Ez azért érdekes, mert ugye kitetszik belőle, hogy már a púdert ismerték a tanyasi falusi emberek is, de mélységesen elítélték, hogyha egy legény azt mondta egy lányról, hogy pofája, nagy sértésnek bizonyult, de mégis észrevette azt a lányt, és meg is énekelte, tehát itt a tetszés, nem tetszés elítélésnek azt a játékát látjuk, amely egy emberi örök tulajdonság, ellenünknek is, és napjainkban is meghatározó ez az igény, hogy tetszünk. És ennek mentén, tehát az említett púder kapcsán a városi tisztálkodás kultúra, fodrászat, mosdás, vízvezeték utáni és előtti korszak kellékeit mutatja be, meg a paraszti tárgyi világ ugyanígy a mosdás, a fésülködés és a norma rendszer feltárásával igyekszik bevonni a látogatót ebbe a problémakörbe, hogy hogyan is voltak ezek az ellentmondások, mi is mentesülünk ettől, vagy ez pedig ugyanígy végigkíséri az életünket. Én úgy gondolom, sok látogató bejött Szegeden is, és Csongrádon is szerepelt ez a kiállítás. Rácsodálkozással illették, hogy ilyen volt nálunk is, nagymamának is ilyen volt. Ma is ugyanezt használjuk, és a tárgyak mellett ugyanúgy a tetszeni vágyás, ugyanúgy a tisztálkodás kultúra végigkíséri, és mivel Dunaújvárosban vagyunk, mondhatjuk, hogy a rómaiaktól napjainkig is éltek ezekkel az eszközökkel. Ugye ma minden modern, régen milyen praktikákat használtak? Itt a már említett púderos a pofája kérdéskörre visszautalva, púder használattól óvakodva a lányok gyakran piros papírral dörzsölték az arcukat, így érték el az arcpirosítást, de ezek a, hát ha így mondjuk ma fejlő, majd természetes eredetű kozmetikumok, tehát zsírral kenték kezüket a hideg ellen, tej vagy tejszín szolgált az arcbőrnek a szépítésére, és a városi kultúrát illetően pedig ezek a gyári, ipari termékek jelentek meg. Sok olyan márkával találkozunk, ami napjainkban is látható, erről most nem mondok többet, majd a kiállításban megnézhetik. Kis blokkokban gondolkozom, itt a paravánok láthatóak mögöttem, nagyon jó szolgálatot tesznek, tematikusan is tagolják ezt a szép nagy termet, amiben most a kiállítás épül. Ugye a fodrássorok tulajdonképpen egy külön helyiséget kapott, és így a paraszti világnak is tagolást, paraszti világot is tagolják a különböző látványelemek, ha mondhatom én így, viseletbe öltözött bábút is láthatnak többek között az érdeklődők. Mi lesz még? Városi kultúrát Dankó Pista, híres szegedi felsőtanyai nóta király feleségének fésülködő asztala fogja bemutatni. Azért is érdekes ez az egész kérdés, hiszen Dankó Pista egy felsőtanyai születésű fiatal emberként, itt már egy Bécsben vásárolt bútorral kedveskedett a feleségének, semmi más jobban nem illusztrálja a paraszti és a polgári világ összefonódását, mint ez a tárgy és a tárgy története, amelyet szintén meg tudnak ismerkedni a kiállításban a látogatók. Emellett sminkeszközök is lesznek, amelyek nagyon hasonlítanak napjaink eszközeihez is. A törölközőket is érdekesnek tartom. Hímzett törölközőkkel találkozhatunk, amelyet ma még egy-két helyen látunk, de ma már ugye ez a frottírabb anyag az, amit ismerhetünk. A kiállítás a Szegedi Móra Ferenc Múzeum néprajzi gyűjteményének tárgyait mutatja be, amelyet Városunk Intézményének műtárgyai színesítenek. Ennyi fért kulturális magazinműsorunk 137. adásába. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, tartalmas televíziózást kívánok!
készült a médiatanács támogatásával.